Két helyszínre látogatunk a következő fél órában. Először a Nyikon Malomfalvi faiskola létesítéséről, működéséről, a tulajdonos, alapító jövőbeni terveiről lesz szó. Majd Kovászna megyébe, Sepsiszentgyörgy közelébe hívjuk Önöket, ahol egy több évtizede működő virág- és dísznövénykertészet mindennapjaiba kapunk betekintést. Elsőként Hargita megyébe, Nyikon Malomfalvára hívjuk Önöket. A faiskola alapítójával, működtetőjével a kezdetekről beszélgettünk. Felvételeink március végén készültek. 2009-ben végeztem a Szapiencia Egyetemen Marosvásárhelyen kertészmérnökként, és 2010-ben megalapítottam a vállalkozásomat. Először kertfenntartásra, kertépítésre specializálódtunk, aztán egy barátom tanácsára elkezdtem hozni néhány gyümölcsfa csemetét eladásra. És mivel volt rá igény, hogy helyben termesztett csemeték legyenek, azt kérdezték az emberek, hogy itt vannak-e termesztve, helyi fajták-e. Így láttam, hogy igény van az itteni fajtákra, itten termesztett fajtákra, és akkor megcsináltuk a saját faiskolánkat 2012-ben. Azóta bővülünk és fejlődtünk, és egyre több gyümölcsfa csemetét állítunk elő, közel 80 fajtából. 2012-ben mekkora a területen kezdtek el a faiskolát? Körülbelül 15 áron. Annyival kezdtük, most pedig 4 hektár, 5 hektár között van az egész területünk, de olyan 2 hektár van lefedve állandóan gyümölcsfaiskolával. A többit azt vetésforgóként műveljük, pihentetjük, gabonát vetünk bele, meg veteményes kertet. Miért fontos a vetésforgó betartása vagy alkalmazása? Hát azért fontos, hogy a gyümölcsfák azok állandóan ugyanazokat a tápanyagokat fogják kivonni a talajból, és ha állandóan azt termesztenénk, akkor kisoványodna a talaj ezekből a tápanyagokból. Továbbá rengeteg betegség maradhat a gyümölcsfák után a talajba. Így, hogyha éveken keresztül pihentetjük, akkor ezek a betegségek azért kimennek a talajból, kifogynak. Hány évig kell pihentetni a talajt? Hát ideális esetben ilyen 4 év a pihentetésnek az időszaka. Igyekszünk még többet is tartani. Mikor kezdődik a faiskolában az év? Faiskolai év az megkezdődik nagyjából február végén, amikor elkezdjük visszametszeni, szemremetszeni a már beoltott, beszemzett csemetéket. Ez azt jelenti, hogy ősszel be voltak szeptember folyamán szemezve, egy rügybe van téve a gyökérnyak fölé, és arra visszametszük, hogy majd az idei évben ugye hajtsanak, és legyen, amit felneveljünk, ilyen 2 méter körüli eladható gyümölcsoltványokká. De a szemremetszés után aztán kezdődik az első éves csemetéknek, vagy csemetéknek az elültetése. Már május folyamán kezdenek hajtani, május elején, akkor kezdődnek a zöld munkák, a kapálás, a zöld munkákkal a hónaljazás, a vadalás, amivel főfele segítjük a növényeket, ne elágazódásokat hozzanak, elágazásokat, ne bokrosodjanak, hanem egyenesen felfele nőjenek addig, amíg kívánjuk a kívánt törzsmagasságot elérjük, és attól kezdve aztán, amelyik hajlamos a koronásodásra, abból próbálunk koronásoltványt kialakítani, amelyik pedig nem hajlamos, azt suhánként, egy szálveszőként neveljük fel. Aztán ezek után már a többi munkafolyamat is következik, ugye a növényvédelem, a gyomtalanítás, és ősszel pedig a szeptember folyamán a szemzés. Ez egy elég nagy munkálat nálunk.
ez a nemesítése a gyümölcsfáknak. Akkor a szemzés után már készítjük elő a másodéves kiszedendő gyümölcsfáknak, a gyümölcsfákat a kitermelésre, felcímkézzük őket, és kitermeljük, behozzuk, elvermeljük, és akkor kezdődik az értékesítés. A törzsmagasság az mi az ideális, vagy fajta válogatja? Általában 80 centinél szoktuk megkezdeni a koronásítást, akkor 80 centis törzsmagassággal kerülnek ki tőlünk a gyümölcsfák. Ha ez nem megfelelő, akkor azt le lehet metszeni róluk ezeket a meglévő ágakat, és ott vágjuk vissza, ahol szeretnénk, hogy a koronásodás megkezdődjön. Amikor a törzsmagasságot szeretnénk, ott metszük vissza. Beszéljünk néhány szót a növényvédelemről is. A növényvédelem itt egy faiskolában nagyon fontos, mivel sűrű az állomány. A növényvédelemről már a nagyobb kártevőkről is beszélhetünk, ugye a kerítést építettünk a vadak ellen. Medve bejár a faiskolába, őzek, nyulak, talajlakó kártevők, mint a mezei pockok. Tehát már ellenük is védekeznünk kell, de aztán a konkrétan a rovarok elleni és a gombás betegségek, baktériumok elleni védelem az május elejétől kezdődik. Nagyjából ilyen 10 napos időközönként permetezünk, mindig az időszaknak megfelelő szerekkel, attól függően, hogy milyen betegségek vagy kártevők esetleg ütik fel a fejüket, de sokszor megelőzésképpen is végezzük a növényvédelmet. Voltak gondok ilyen téren az évek során? Voltak, minden évben van. Egyik legnagyobb, legnehezebb időszakunk az 2014-ben volt, amikor a cserebogárlárvák rágták ki a teljes állományunkat. Tehát úgy, hogy nem is gondoltuk, hogy miről lehet szó. Láttuk, hogy sárgulnak a növények így június folyamán. Pockokra gyanakodtunk, de nem voltak lyukak. Aztán elkezdtünk ásni, és ilyen méterre hosszú, ásónyomni széles talaj tömegbe volt 17-18 ilyen cserebogárlárva pajor. És hát rácsimpaszkodtak a gyökére, és végigrágták, teljesen meghámozták a gyökeret, ki kellett dobjuk a teljes állományt. Aztán azóta már talajfertőtlenítéssel védekezünk a cserebogárlárvák ellen. Kiszórjuk a területre, és akkor a talaj előkészítésével ez a szer ez bekerül a talajba, és mentesíti a lárváktól. A nyulakkal is volt problémánk, ugye a pockok miatt azért a rókák beásnak a kerítés alatt, utat hagyva maguk mögött, és azt a nyulak is használják. Bebejönnek télen, képesek lerágni a beszemzett csemetéket egészen a szemzésig, vagy kirágni belőle a szemet. Az egy nagy veszély még. Most az idén annyira nem volt a nyulakkal problémánk, őzekkel viszont volt. Viszont azok nem tesznek olyan nagy kárt, azok visszarágják a hajtásokat, de mivel csak a frissen beszemzett gyümölcsfák, csemeték vannak kint a faiskolába, ezért úgyis azok visszavágódnak, és lényegében nem okoztak nagy kárt vele. Itt ahhoz, hogy a munka menjen, azért szükség van segítségre, nem csak emberi, hanem gépi segítségre is. Emberi munkaerőre nagyon sokszor szükségünk van. Vannak olyan munkacsúcsok, amikor sok nap számosra van egyszerre szükségünk, hogy el tudjuk végezni. Ilyen az ültetés, a szemzés, vagy éppen a kitermelés. Ezek a legnagyobb munkák. De amit tudtunk, azt gépesítettünk. Az évek során azért próbáltam gépekre pályázni, több pályázatot is megnyertünk, és így amilyen gépekre a faiskolába szükség van, azokkal nagyjából most már rendelkezünk is. Itt, ami mögöttünk, mellettünk van, ezek már eladásra váló csemeték.
Igen, ezek az ősszel kitermelt másodéves csemeték, ez az első osztályú anyaga a szaporítóanyagból, és ez itt egy nagyobb lerakatunk, az eladás az otthonról a szülői háztól történik. Akkor, mikor otthonról kifogy bizonyos fajta, akkor megrakjuk az autót, hazaszállítjuk, és akkor pótoljuk. Említette, hogy 80 fajta gyümölcsfa van itt. Hogy alakult ki ez a széles skála? Hát már az elején próbáltunk hagyományos fajtákat is termeszteni, aztán a modern fajtákat is. Ugye szükség van, hogy megőrizzük a saját örökségünket, amit ránk hagytak az ősök a hagyományos fajtákkal, és az emberek azért szeretnék visszavinni ezeket a fajtákat a saját kertjeikbe, amiket a nagyapóiknál kóstoltak, emlékeznek még az ízekre, és szükség volt, hogy ezeket megmentsük. Viszont a termesztők, akik telepítéseket csinálnak, akik árutermeléssel foglalkoznak, ők a modernebb fajtákra összpontosítanak inkább. Nekik az a fontosabb, hogy hamar termőre forduljon, második, harmadik év után a gyümölcsfa teremni kezdjen, nagy terméshozama legyen, és viszonylag betegségellenálló fajta legyen. Elég sok ilyen rezisztens fajta van most már kinemesítve, és kereslet van rá. És akkor a fajonként pedig, mint almából, körtéből, szívából megpróbáltuk mi megőrizni a hagyományos fajtákat is, másfelől pedig ezeket a modern fajtákat. Aztán felhasználás szempontjából, hogy kinek mire van inkább igénye, az szerint tudunk választani. A Nyikó Malom falvi faiskola tanúsítvánnyal rendelkezik. Ennek eléréséhez a termelésre, csomagolásra, értékesítésre, engedélyeztetésre, többszöri ellenőrzésre, felkészülésre volt szükség. Aztán egy CAC kategóriájú termékkel kezdtük, és most 2 éve léptünk fenn, hogy certifikált szaporítóanyagot állítunk elő, ami azt jelenti, hogy be vannak vizsgálva a növények karantén betegségekre, vírusbetegségekre, tehát mentesek ezektől a betegségektől, és a fajtaazonosság az megvan. Tehát amilyen fajtát értékesítünk, az biztos, hogy ugyanaz lesz, mert ezek törzsültetvényből származó szemzőhajtásokról vannak szaporítva. Kevés faiskola az, amelyik a minőségre ilyen mértékbe áldoz. Ez természetesen az árakon is meglátszik, tehát drágábban tudjuk előállítani ezeket a szaporítóanyagokat, de ez hosszú távon megtérül. Tavasszal és ősszel szoktak általában ültetni a gyümölcsfákat. Melyik a jobb? A gyümölcsfák ültetése az vagy novemberbe történik, október végén termeljük ki ugye a gyümölcsfákat az iskolából, és november 1-től végéig árusítunk. Igazából addig lehet ültetni, amíg le nem fagy a talaj. És tavasszal, március elejétől, vagy amikortól megenged a talaj, lehet már ültetni, mi március elejétől szoktunk értékesíteni. Az őszi ültetés jobb, mint a tavaszi ültetés. Ősszel, ha a helyre kerül már a gyümölcsfa, akkor a tél folyamán megkezdődik a gyökereknek a képződése, a hajszálgyökérképződés, és a tavaszi hóléve már csapadékkal kap egy annyi nedvességet, vizet, hogy beindul a gyökérfejlődés és növekedés. Ami tavasszal ültetődik ki, főleg ha későn tavasszal ültetődik ki, az még meg kell kapaszkodjon a földbe, az még össze kell álljon a gyökérzet a talajjal, és utána kezd hajtani, egy kicsit később fognak hajtani, és kevesebbet fognak fejlődni első évben. Mit szeretne elérni? Mi az, amilyen jövőbeni tervei vannak? Szeretném elérni azt, hogy ennél gördülékenyebben menjen a munka. Még a gépesítésbe néhány fejlesztést bevigyünk, hogy
távolabbi vásárlóinkat is el tudjuk látni, csomagolással, gyorspostázással szeretnénk a jövőben kiküldeni szaporítóanyagot, és szeretnénk minél több ilyen régi fajtát még megmenteni az utókornak. Kovászna megyébe látogatunk a következő percekben. A Sepsiszentgyörgy mellett levő kertészetet Rendi Ferenc indította több mint 40 évvel ezelőtt. Cégként 30 éve léteznek. Kezdetben vágott virágot termesztettek. Ma már kizárólag cserepes növényeket termesztenek. A jelenlegi telephelyünk az 2008 óta működik, és 2,5-3 hektár födött, fűtött területünk van. Jelenleg is van szabadtéri területünk is. Milyen növények termesztésével foglalkoznak itt? Elsősorban balkonnövényeket termesztünk, és egynyári növényeket. Nyáron vannak egyéb növényeink, amivel kiegészítjük a választékunkat, például hortenzia, levendula, ősszel a krizantém és az árvácska dominál, télen mikulásvirágot termesztünk, koratavasszal pedig rengeteg hagymás növényt és primulát. A növények termesztési folyamatáról érdeklődtünk. Vagy magvetéssel indulunk, ilyenkor a magot azt elvetjük, és abból fejlődik a növény, vagy pedig dugványról indulunk. Ha dugványról indulunk, akkor lehet gyökeres és gyökér nélküli. Mi a gyökér nélkülit részesítjük előnybe, mert így igaz, hogy plusz munkánk van a gyökeresedéssel, de ez egy erősségünk nekünk, hogy technikailag fel vagyunk készülve a gyökeresztetésre. Honnan érkeznek a dugványok? A dugványok döntő többsége ma már nem csak hozzánk, hanem Európa szerte harmadik országokból érkezik. Elsősorban Afrikából érkezik Európába. Ez azért történt, mert az anyanövényeket évtizedekkel ezelőtt már elkezdték kitelepíteni olyan országokba, ahol a zéghajlat, a hőmérséklet sokkal kedvezőbb, mint nálunk, ott sokkal több napfényt kapnak a növények, nem kell fűteni, olcsó a munkaerő, viszont a szállítás az elég körülményes és drága, ezért onnan sima dugványok érkeznek. A sima dugvány az az, amelyik még nincsen meggyökeresedve, mert így kartonba lehet szállítani kicsi helyen sok növényt, és akkor gyakorlatilag a gyökeresztetés folyik Európában. A nagyobb kertészetek azok a gyökér nélküli dugványokat vásárolnak nagyon sokat, mint például mi is. A kisebb kertészek ők inkább gyökeres dugványról indulnak. Mennyi idő az, ameddig mondjuk a dugvány ide érkezik? Pár nap, maximum egy hét. Azért lehet a növényeket szállítani, meg hűteni, meg becsomagolni, meg mindenfélét elkövetni velük, de azért ezek mégis egy élő rész, amit azt szeretnénk, hogy még nagyon sokáig éljen, úgyhogy sietni kell. Pár nap alatt itt van, mi azt szeretjük, hogyha egy nap alatt maximum el tudjuk szúrni, de két nap alatt muszáj befejezzük a folyamatot. Mi történik a szúrás előtt? Megtöltjük attól függ, hogy miben gyökeresztetünk, vagy hengereket, papírhengereket töltünk, vagy pedig ilyen tízes gyűjtő, mi úgy nevezzük, hogy pekkeket, ilyen kis tálcákat, ezeket megtöltjük géppel, beöntözzük, utána jöhet a szúrás, a növényeknek egy olyan 21-23 fokra van szükségük ahhoz, hogy gyökeresztni tudjanak, és megfelelő páratartalomra, illetve ezt többek között úgy is érjük el, hogy rendszeresen párásítjuk a felületüket. Kelet-európai szinten, közép-európai szinten abszolút felszereltek vagyunk, és a méretünk is ott van a nagyok között. A hőmérsékletet tudjuk szabályozni, öntözőrendszereket tudunk automatán indítani. Eléggé felszereltek vagyunk, azt kell mondjam, de folyamatosan fejlesztünk. Idén is terve van, hogy puffert építünk, egy nagy kazánt elindítunk, a technológiánkat modernizáljuk, hogy még több legyen az automatika, még jobban tudjunk erre támaszkodni, úgyhogy nagyon jók vagyunk, én úgy érzem, és folyamatosan fejlesztünk, hogy azok is maradjunk. Ha már szóba került a kazán, ugye eddig a fűtést több kazánnal oldják meg jelenleg?
Igen, ez általában minden kertészetnél így van, vagy ez az alulról építkező kertészeteknek a sajátossága, hogy mindig, ahogy nő a négyzetméter, úgy beteszünk még egy kazánt, meg még egy kazánt, meg még egy kazánt. Ez viszont az automatizálhatóságnak egy nehézsége és egy kihívása. Én jártam Hollandiában olyan 60 hektáros kertészetnél, ahol egy kazánnal oldották meg 60 hektárnak a fűtését. Nyilván ott egy kicsit a klíma is kedvezőbb, mint nálunk, de hát azért akkor is meglepő volt számomra, és iránymutató is ilyen tekintetben, hogy ebbe az irányba kell mi is elmozduljunk. Azzal együtt láttam, és tudom a partnereknél, meg a kollégáknál, hogy a hasonló méretben általában ez van, hogy építkezik az ember egy ideig, és akkor utána rájön, hogy az, amit tőle nagy lett, és amit ő idáig elvezette, azt egy adott pillanatban le kell cserélni, mert az ember már, a mi cégünk is szintet lépett, és azok a módszerek, amik nagyját tették, most már nem jók, és ahhoz, hogy ezt az ütemet tartani tudjuk, ahhoz szintet kell ilyen területeken is lépni. Jelenleg hány kazán fűti ki ezt a felületet? 6 régi kazánunk van, és reméljük, hogy ha beindul az új nagy teljesítményű kazánunk, akkor az jelentősen le fog venni a többi 6-nak a terheléséből, illetve teljesen át tudjuk szervezni az egész fűtésünket, meg azt, hogy mit hol termesztünk, és ez nagyon-nagyon sokat fog rajtunk segíteni. Úgy érzem, hogy az a 6 kazánunk, hogyha leveszünk róla terhelést, akkor még sok évig hasznos lesz számunkra. Technológiailag miben más, miben új ez az új kazán, ami beüzemelése vár? A teljesítménye sokkal nagyobb. Gyakorlatilag egyedül szinte képes lenne azt megcsinálni, mint amit megcsinálunk másik 6-tal. Teljesítményéből fakadóan muszáj puffert is tegyünk hozzá. Ez viszont előny is abból a szempontból, hogy az gazdaságosabbá teszi a termesztésünket. Ugye a puffer ez egy hatalmas meleg víztömeg, amit előre felmelegítünk, és akkor vesszük ki a meleg vizet belőle, amikor nekünk szükséges. És főleg a tavaszi, őszi hatalmas ingadozásokat a nappal és az éjszaka között tudja sokkal hatékonyabban megoldani. Most március végén vagyunk, ez is fő idénynek számít. Így van. Nekünk az első nagy hajrá az évben az mindig március 1 és 8. Ugye nálunk Romániában március 1 is egy hatalmas ünnep, és nagyon kedvelik ilyenkor az emberek a virágokat. Utána pedig általában április a nagy hajrá, amikor az emberek a balkonládáikat, az erkélyeiket, a kertjüket szépítik. Ez időjárás függő is, de általában márciustól májusig van nekünk a legnagyobb hajrá a kertészetben. Hova értékesítik ezeket a növényeket? Mi az áruházakra specializálódtunk már elég régóta, tehát a döntő többségét azt áruházakon keresztül értékesítjük. A legtöbb barkácsáruházban benne vagyunk, és a legnagyobbakban. Néhány élelmiszerláncban is jelen vagyunk. Ezen kívül kiszolgálunk kisebb partnereket is, virágüzleteket, viszonteladókat, illetve van egy kicsi, ahol jelenleg is állunk, egy ilyen bemutató részlegünk, ahol a környékbeli vásárolókat szolgáljuk ki, illetve bárkit, aki erre jár. Hogyha mondjuk egy-egy növényre lebontjuk, akkor mekkora ez a termelés, vagy mekkora az igény? Én azt kell mondjam, hogy ez a balkon és az egynyári szektor, ez nagyon-nagyon sok növényből áll, tehát nagyon sok fajjal, nagyon sok fajtával dolgozunk, viszont a tavasznak a meghatározó növénye az a muskátli, mindenféle méretbe, színbe és formába és fajtába, tehát nem véletlenül, mert egész jó teljesítményt ad kiültetés után, és nyilván minden növénynek, nincs olyan növény, amelyiknek nem kell gondoskodás, minden növénynek kell, de hogy ez igazán szép teljesítményt tud adni, ezért ilyenkor hiába van legalább egy 200-as terméklistánk, abból a legtöbb az a muskátli.
Szám szerint ez körülbelül mennyit jelent? Hát 3 millió növény plusznál vagyunk jelenleg éves szinten. Itt voltunk egy fóliába, ami méreteiben is, de a technológiai felszereltségében is újnak számít. Így van, az a legújabb házunk, azt a Covid előtt kezdtük el építeni, és éppen felépült a Covidra, akkor egy kicsit a fejlesztésekkel leálltunk, mert úgy volt tervezve, hogy hitelből fejezzük be, és a Covid az egy annyira rosszul sikerült számunkra, és annyira nehéz volt. Végső soron megoldottuk, és jó lett a vége, hogy elment a kedvünk a hitelektől, és akkor most vagyunk ott, hogy be tudjuk fejezni a beruházásunkat, már termelünk benne, viszont az, hogy a technológiája olyan modern szintre lépjen, amit mi megálmodtunk, oda még egy-két év fejlesztésre szükségünk van. Itt is a beszélgetésünk előtt, mikor ott voltunk a fóliába, akkor kiderült, hogy ez gyakorlatilag egy újfajta árnyékoló rendszerrel rendelkezik. Eddig olyanokkal dolgoztunk, amit kézi erővel kellett kihúzni, azt vagy olyan árnyékoló hálóval dolgoztunk, ami egyszer kihúztunk és szezon végén be. A sötétítő árnyőnél ott azoknál a növényeknél, amelyek igénylik a sötétítést, hogy virágozzanak, például a krizantém, mert mi nagyon sok krizantémot termelünk nyáron is. Ugye az nálunk magyaroknál halott virágnak számít, de az ország egész területén nem, és nagyon sokat értékesítünk belőle, és azoknak sötétítésre van szükségük. Este rá kell húzni, reggel ki kell takarni, ez nagyon nagy munkaerőigényű, így pedig megoldja helyettünk és nekünk az automatika. Egy ekkora állománynál óriási jelentősége van a növényvédelemnek is. Igen, úgy érzem, hogy ebben is nagyon a csúcson vagyunk. Én növényvédelmet végeztem, úgyhogy ez a terület ez kifejezetten közel áll hozzám. Kémiával kezdtem, amikor ide kerültem, mikor hazajöttem az egyetem után. Akkor az volt a mi szektorunkban az elfogadott. Voltak kapcsolataim, és nagyon vártam azt a pillanatot, amikor ott állt a biológiai növényvédelem, hogy a mi szektorunkban is érdemes legyen ezt bevezetni. Ennek két hátulütője volt, egyrészt nagyon drága volt, és a zöldségtermesztésben ott ilyen 10 hónap, egy éves kultúrákkal dolgoznak. Egyszer betelepítették, és folyamatosan csak a fenntartásra kellett odafigyelni, hogy a körülmények olyanok legyenek, hogy a betelepített természetes ellenségek maguktól tudjanak szaporodni. Nálunk ez nem így van, mert rövidek a kultúrák, 6-7-8-10 hét alatt egy kultúrát lecserélünk, illetve egyik asztalon lehet, hogy van egy 4 hetes növény, mellette egy teljesen friss ültetés, és 3-mal arrébb egy értékesítésre kerülő állomány. Ezért nagyon fontos volt, hogy anyagilag arra a szintre kerüljön a biológiai növényvédelemnek az ára, hogy ez számunkra is megfizethető legyen. Mi a zöldségtermesztéssel ellentétben nem tudjuk felszaporítani annyira a természetes ellenségeket, ezért hetente, két hetente folyamatosan kijuttatjuk az állatokat. Elsősorban ragadozó atkákkal dolgozunk, kiegészítjük ragadozó poloskával, illetve vannak még más olyan készítmények, amiket használunk, de a fürkészdarazsak például a mikulásvirágba, körülbelül ezek a legfontosabbak. Hogy tudják ezt ellenőrizni, vagy szinten tartani? Folyamatosan felmérjük az állományunkat, nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerül kertészeti dolgozókat betanítsunk arra, hogy végigjárják az állományt, és ők kiszúrják a problémákat. Ez egy folyamatos monitoringot igényel, de ez akkor is így lenne, hogyha kémiával dolgoznánk, vagy döntő többségében azzal dolgoznánk. A berepülő kártevők ellen sárga csíkokkal is védekeznek. A szellőztető rendszernél én azért szeretem ezeket a sárga csíkokat, mert rendszeres ablaknyitás van, és a berepülő kártevőket fel tudja fogni. Különböző színük van ezeknek a csapdáknak, a legelterjedtebb az a sárga, az nagyon jól fogja a tripset, ami nálunk egy jelentős kártevő. Szoktunk csapdalapokat is kihelyezni, ezeknek viszont nem magyérítés az elsődleges funkciójuk, hanem az, hogy meg tudjuk figyelni, hogy egy populáció hogy fejlődik.
Ez alatt azt értem, hogy bármivel védekezik az ember olyan, hogy egy darab kártevő se legyen, olyan nem létezik, olyan létezik, hogy küszöb alatt tartjuk. Tehát nem látszik az állományon, nem látszik azt, hogy kárt tesz, és egy olyan minimális jelenléte van, ami egyáltalán nem zavaró se számunkra, se senki más számára. Ez egy érdekes dolog, mert a mi világunkban, hogy sterilitás, és hogy azt hiszük, hogy mindent ki tudunk írtani, ez sem nálunk, sem sehol máshol nem reális elvárás. Az viszont nagyon reális elvárás, hogy a vevő egy egészséges növényt kapjon, és hogy ha megvette tőlünk, vagy bárki mástól, utána ne legyenek olyan problémái, ami a forráshelyről származnak. Ahhoz, hogy szép, egészséges növényeink legyenek, fontos, hogy betartsuk a megvásárolt, kiültetett növény igényeit, tette hozzá Rendi Amália. Felvételeink március végén készültek. Köszönjük figyelmüket!